Hát nekem az utazás az ilyen létszükséglet, olyan, mint másnak a levegővétel. Én ugye geográfus vagyok, és nem tudom, egész gyerekkoromban elképzeltem világokat, hogy milyen lehet, és szabadság, szabadnak érzem magam. Tehát, hogy az utazás az nekem tényleg arról szól, hogy boldogabb vagyok, mint hogyha egy helyben lennék. Hogyha egy helyben vagyok, egy idő után így befordulok, úgyhogy muszáj mennem. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy könnyen megy, mert egyrészt nyitottnak érzem magam, másrészt pedig nagyon kíváncsi vagyok, és hogyha kérdezel, ha látják azt rajtad, bárhogy vagy a világon, hogy tényleg érdeklődsz, akkor befogadnak és közel engednek, és onnantól kezdve, hogy közel vagy, olyan sok bajod nem lehet, tehát egyszerűen úgy közéjük vegyülsz. Nem tudom, én igazából nem tudom, nekem ez így nem jelentett soha. Szerintem az van, hogy, tehát nem jelentett nekem ez soha nehézséget, szerintem az van, hogy annyira kíváncsi vagyok, hogy észre se veszem, hogy hol vagyok, hanem egyszerűen csak így belevonódok, tehát egy ilyen lebegek ott köztük, és akkor egyszer csak rájövök, hogy máshol vagyok, de hogy igazából én mindenhol otthon is vagyok egy picit, szóval, hogyha lehet ilyen nagyokat mondani. Szerintem India a mindennek a teteje, meg az alja is. Szóval, hogy a mentálisan annyira erős ország, hogy az nehéz. Tehát, hogy egyrészt egy óriási vonzalom van bennem India felé, másrészt pedig nagyon, tehát olyan durvaságokat lehet ott látni, hogy az ember azért elgondolkodik, hogy milyen jó dolga van itt mondjuk Közép-Európában. De ugyanakkor meg egy nagyon régi kultúra, nagyon nagyon értelmes gondolatokkal. Szóval India az a hely, ami szerintem már fölfoghatatlan épésszel egyébként. És beleértem, tehát én Fekete-Afrikában is voltam, és sokan azt gondolják, hogy az nekem India az sokkal, sokkal, sokkal durvább. Jó értelemben is egyébként. Tehát a durvaság alatt azt értem, hogy amit az egyik filmben mondok is, hogy olyan, mintha ott kezdődne minden, meg ott is végződne minden. Szóval India az ilyen. És szeretem a jó csípős kajákat is, úgyhogy azért szeretem. Hát az is úgy, hogy megyek így az érzékeim után, tehát így folyamatosan így érzékelek, és rácuppanok így a radarjaimmal ilyen helyekre, és aztán hagyom, hogy besodorjon oda az élet, és mivel ilyen viszonylag normális a hozzáállásunk stábilag, mert ugye ketten vagyunk, tehát nem nagy stábbal, ezért be is fogadnak még az olyan helyekre is, ahol nem biztos, hogy egyébként nagy stábokat szeretnék, hogy ott legyenek. Szóval egyszerűen csak hagyom magam sodródni, mert ugye az egész műsornak ugye az volt egy picit a lényege, hogy mutassunk nevezetességeket is, de hogy a színeket, a szagokat, meg az igazi hangulatokat, hogy az, amit mondjuk, ha te elmész külföldre, és leülsz mondjuk egy asztalhoz, és akkor ott csak nézel ki a fejedből egy két órát, és akkor a benyomások érnek, és nem feltétlenül a templomok meg ezek jutnak eszedbe, hanem azok a színek, szagok, hangulatok, érzetek. Tehát, hogy igazából erre utazik az ózonutazás, hogy ezt így megjelenítsük valahogy. Igazából azt szoktam mondani, hogy hangulatfestő műsor. Én sem mondok meg soha olyan, bár tényleg sokat tudok az adott helyekről, de nem akarom soha megmondani a tutit, mert szerintem az nem az én dolgom. Volt, de valahogy azért... Tehát azokat is fogom, az emberi reakciókat is. Tehát, hogy az ilyenkor így folyamatosan az ember azért így figyelgeti, így a szemvillanásokból lehet sok mindenre következtetni egyébként. De igen, volt olyan, például Marokkóban volt egy ilyen városban, ahol eléggé bementünk így a pokol bugyraiba, és ott egy kamerán kívül volt egy kis balhécska, de megúsztuk. Állítólag nem voltam ott szimpatikus, ott egy helyi sájsznak, és így ebből lett az az egész. De ezt is ki lehetett dumálni, meg ugye a többiek, ilyenkor a lakosság nagy része ilyenkor mellénk áll, és akkor tehát, hogy most ez olyan, mint hogy itt Magyarországon is van ilyen, hogy nem, én nem gondolom, hogy extra veszélyes utazni, vagy ilyesmi. Egyszerűen észnek kell lenni, ez a józan ész, ez dolgozzon az emberbe. Tehát az, aki, ha valaki utazik, és mondjuk durva helyekre elmegy, vagy akár bármilyen helyre, az nem jelenti az, hogy ő félelem nélküli ember, meg egy ilyen naív, aki így bemegy mindenhova, és akkor jaj, de érdekes. Hanem egyszerűen van olyan, ilyen, úgymond ilyen utcai tapasztalata, amivel ezt úgy fel tudja mérni. Persze se 100%-ig biztos, de hát nincs is biztonság. Tehát ilyen, hogy biztonság nem létezik egyébként. És ezt az egyik filmben egyébként mondom is, hogyha ezt az ember egyszer fölfogja, hogy nincs abszolút biztonság, az baromi felszabadító érzés, mert eltűnik az összes ilyen,
ilyen félelem, és akkor a félelem az bénít, és akkor a félelem zártá tesz, szóval hogy ezek ilyen dolgok. De egyébként nem tudom, nincs mögött a filozófia, egyszerűen csak megyek és érzékelek, és akkor jól jött, lehet, hogy csak szerencsés vagyok. Hú, én Etiópiában nagyon el szeretnék menni, az nekem ilyen régi mániám. Egyrészt ugye a kávé ős hazája, másrészt gyönyörűek ott az emberek, harmadrészt meg volt nekem egy régi mániám, még amikor egyetemista voltam, hogy én már nem akarok tanulni, mert elegem van, mert ez egy nem valós dolog, hanem én kávékereskedő akarok lenni Etiópiában, de hát ez ilyen romantikus baromság. Szóval, hogy ezek a romantikus ideák azért vezetnek bőven. Igen, egyébként a romantika ebben az egész sorozatban az úgy megjelenik, mert nekem egy kicsit ilyen irodalmi élményekből is vannak országokról ilyen berögződéseim, és szóval ez a romantika része, ez nekem fontos, de most nem ez a gyertyás ilyen vacsora, tehát nem, hanem ez az igazi vadromantika, tehát ezt én nagyon szerettem, meg amikor egy ilyen régi lepusztult romos városba vagy, és ilyen tök idegen, olyan nagyon jó. Nem tudom, ez nem tudom honnan jön, de gyerekkoromban álmodtam ilyenekről egy csomót, hogy így megyek ilyen helyeken, Néva folyón, hajózom Szentpéterváron, meg nem tudom, Etiópiában kereskedő vagyok. Úgyhogy ezeket próbálom így filmre vinni, úgyhogy azért nem erről szól az álmaimról, de hogy így benne van az a romantika rész is.